benne volt. Nagyon kijöttél tegnap. Sanyi, ezt a deszkát minek hoztad a régyben? Hát ugyanúgy, ezt korlásnak. Raknánk ezt egy ilyen alagutat és húzna benne. Rögtön azzal a sátorban. Sátorkonyvával lehetne takarnak jobban. Jó. Tudod, és akkor ne egyenesen menjen ki, hanem kerülőbe. Ja, jó. És ezt kell majd lelőni. Igen. Tehát a másik pumpája segít neki, és van, aki meg irányítja. Ott Peti, ahol is hívják, lapad bele. Húzd. Hé, nehogy úgy. Nehogy akar. Megy a víz! Ebben még kell víz? Hát úgy, hogy ami benne van a tömlőbe. Ja, ne, figyelj, nem kell, mert belé kell gyúrni az aljába, elég ez. De ami a tömlőbe van, ne ott. Ja, hogy... Elég! 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 Mondjuk versenyre akarom tartogatni a... Oh, ah, so rundt at det. Jo, nei. Oh.
építeni. Nem bírnak a lovak állni, és egy kör. Fáradtak. Megyünk egy kört, meg egy tél, ahol nem bír állni a ló. Jönnek a felvonulásra? Versenyzők! Hát lehet nagyobb volt. Kell, az meg hosszú. Ezt leveszem, hogy tudják, hogy nem köszönöm. Nem, pedig like lenne. Ezt orva verlek. Utó is kell mellém. Ja. Thank you.
Gyerünk, húzzatok bele, mert ángyol. Húzzál bele, mert ángyol. Középen. Most jöhettek, üres a plac. Működik, úgy néz ki a dolog. Thank you.
odaérte! Sziasztok! Működik. Jó, Luis reklama. Vedd ettől, hogy nyerít, mert az előbb pont nem volt ott, és hogy reklama. Vedd ettől egy picit, nem? Nem biztos, hogy na, mondom, reklama. Reklama. Nézd már! Hello! Hello! Mit akar ez a lóton? Ugye ő a Rambo! Kiben még lejön a kapitár, ne? És ez is valami tűzoltó berendezés? Puttonypecskendő. Puttonypecskendő, jó. És ez mindez, milyen tüzeket használjátok, Misi? Ezt általában lószarmosák. Lószarmosák, jó. De ne kérdezzen a forrani, mert így nem tudom. Hosszalmaskedet. Ez is jó. Mi is jó? Akkor reméljük, hogy a zsűrinek is jó lesz. Jani, azt tudod, hogy a jó az csak négyes. Úgyhogy ez is csak jó. Ez is finom. És, nem, és a tűzoltó ki, az meg kiváló volt, nem? Ez is finom. Az első sor, az első sátorna. Olyan szikracsapóleves. Szikracsapóleves. Hát ilyen kórhelyi levesszerűség. Saját specialitás a Sanyinak? Ilyen káposztás történet? Szalonna, császászalonna, füstölcsülök, répa, krumpli, sanyú káposzta tejfölött. Ezt nem lehet elmutatni. De csak jó alapanyagok. De eddig jöttem sorban mindegyik. Ti mit főztek? Mit főztetek? Szikracsapó levest. Kóstoljátok meg? Már megkóstoljuk. Szikracsapó levest. Amikor a hagyára rágódik a hús, kap egy ilyen fehéres kérdelem a kocka. Ja. Mert én ezt úgy ismertem, hogy puszta pörkölt, hogy egy bogácsból megkőzve minden krumplit, pörkölt, minden. Nem, ez pince. Jó, pince, oké. Egy hozzáságú talajt fel, megvan valahol, de... Mi van benne, Marci? Ez is jó. Bazd meg, Sanyikám, mindegyik finom. Én vagyok az előbbi. Kicsit átpörgetve a hússal, a hagymával, utána sör alatt pálcolni egy 45 percet. Sör alatt pálcoljuk egy 45 percig, majd utána még egy 15 percig főszünk maradék sörrel. Na és milyen volt, Jani? Nem tudok más mondani, eddig mindegyik finom. Jó.
Itt már voltam kóstolóban, de már nem megyünk kóstolóban. És ott milyen volt? Ott is jó volt. Kérni, mert egy csülkös pacal van. Aha, kedve. Jó étvágya! Na és hogy sikerül? Jövök, jövök. Leveszem a kabátot, lenne egyet. Külkös pacal, csak 23. Bundi! Jó étvágya! Jó étvágya! Ne hagyjátok abba! Nagyon ügyesen, végig a pályán. Ki a következő? Ki vállalja? Csak a menjünk. Ne! Ne! Van egy...
úri ember. Én nem vagyok bátor, nem próbálom. Nem maginak a kulcsot? Mert se csinálod? Irányítja. Ne fölülök róla. Azok irányítja. Jó van, nem tudom. Másik, itt van. Itt van. Itt a rádió. Jó, hogy volt szörtelenítés. Itt van, tessék. Te olcsak el. Alulról lehetőleg így próbáld, jó? Oldalról. Alulról, alulról. Én úgy próbáld. Próbáld. No, menj közelebb. Nézd közelebb. Azaz, volt el. Oké. Thank you.
ide bedobom a zsebedbe. Szépen gratulálunk mindenkit! És kérem szépen, el kell mondjam azt is, hogy a fődíjat az Isaszegi Világos ajánlotta föl, mely... Köszönjük a Kisasszegi Vállalkozó Egyesületének! A Kisasszegi Lapkaiskola 6. osztályának! Külön! Lapkaiskola 6. osztály! Ott a helyi része! Köszönjük szépen! Mondjátok, mint az állatok. Bárki húsz tudjátok, nem? Hallod? Látni egy ideig, távasztok. Ne húzd rád! Így jó? De bárki meg az állat, hogy ez szétszól, ez nem jó. Hallod? Nem állítok, lájtatok. Nem tud állítani, de nem. Nem tudom, hogy ez a szét. Ami inkább nincs együtt. Nem az, hogy megy az,
meg kéne fordítani a széket, hogy le is tudjon dőlni. Köt egy sugár, meg szó sugár. Jó. Nem ismered, bazi, milyen sugár? Odarra? Köszönj a vízből, csak az alján legyen egy pici. Ó, oh, mit? Jó, figyelj, jó lesz ez. Szerelést és segítsünk, jó? Meg nehezebben megy össze. Meg mindent rakjunk ki oldalra, hogy kifelé folyan a víz. Jó lesz az összecsatolás. Ja, az meg a másik, igen. Szétcsatoltuk, akkor vigyük ki, húzzuk ki, hogy a víz kifolyjon, nem a másik. Nem kezdődik. Még akció van. Na. Ha ha.
Ja, igen, hogy ide jöjjön a nyomás. Majd lehívnád, hogy... Micsoda van azzal, Marika? Rajta a virágszer! Lőttem! Lőttem! Jó. Várjatok! Jön még a tömnyő! De hogy akkor elégi fogod húzni? Nagyon klassz kis csapattá verbúválni, és mindehhez a Liget téren szeretnénk kialakítani azt a pályát, amelynek most egy nagyon pici-pici modelljét látjátok most, amelyet Kovács Tamás kezdeményezésére, ha létrejön ez a pálya, ehhez mindenképpen mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, sok ötletet, és csináljuk meg együtt, mutassuk meg, hogy milyen az, amikor mindenki egy icipici segítséggel létrehozza mindannyiótok számára azt, amit szeretnétek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és szeretnénk, ha Zoltának is egy pár szóval szeretne hozzátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szeretettel vártatok. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, mindnyájatokat, illetve mindnyájukat, akik ortodoxok és ragaszkodnak a magázódáshoz. Kedves gyerekek, mindjárt megcsodálok benneteket, hogy milyen ügyesen biciklisztek, mert az előbb abból a szögből nem lehetett igazán látni, hogy milyen. Gyerekek, most még egyszer meg szeretném nézni, hogy milyen ügyesen biciklisztek, aztán én is kipróbálom ezt a fapályátokat egy kicsit, ha akarjátok, bár én már nagyon öreg vagyok, de ha akarjátok, akkor megpróbálom. Na akkor hadd nézzem először, hogy milyen ügyesen biciklisztek. A biciklet akkor az nem nagy baj. Az a nagy baj, hogyha az ember nem tud felállni, hanem a mentő jön érte, az már mondjuk ciki, nem? Na, tehát, na azért nézzétek meg, tehát meg a kertetek, szeretnétek egyáltalán? Mondom, ne félj, nem ütlek el, ha mégis, akkor a cég ajándéka a temetés. Na, ezzel nem kell röhögni, ez morbid vicc volt. Na, mondom, tehát nagyon egyszerű az egész, csak így hullámozni kell vár. Reverendám, most kössem be a szememet, hogy még izgalmasabb, nem? Na, figyeljetek! Akkor először megpróbáljuk. Annál izgalmasabb, az olyan, mert több utat fogja be a szemem. Szól a sziréna! Köszönöm, te is eljöttél Rédisre. Na figyeljetek, nagyon izgulok, magatokba imádkozzatok egy kicsit. Nehogy egy poppal kevesebb legyen. Én hallottam egy igaz történetet,
Képzeljétek el, hogy egyszer az egyik káplán bácsi, aki együtt játszott mindig a gyerekekkel, focizott velük, biciklizett, karambolozott egy autóval. És meghalt. És a fiúk közül az egyik azt mondta, hogy én majd pap leszek helyette. Na akkor most döntjétek el, hogy helyettem ki lesz pap, hogyha én most mondjuk átmegyek a másik világ. Hogy legyen.